Nagy szeretettel köszöntöm az eredő sorozat kedves nézőit. Ez az első alkalom, nekem is szokni kell még, hogy így az online térben találkozunk egymással. Ez az előadás valószínűleg majd csak jövőre fog önök elé kerülni. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha így az online térben is folytathatnánk, találkozhatnánk önökkel, és egy-egy előadást igyekszünk önökkel megosztani időről időre. Első alkalommal nagy szeretettel köszöntöm körünkben Szántai Lajost, művelődéskutatót, aki a magyar mítikus történelem eseményeit követi előadássorozatában. Ez egy rendkívüli alkalom lesz abból a szempontból, hogy nem egészen a meghirdetett sorrendben haladunk, hiszen ez egy különleges év, bár valószínűleg ez csak januárban fog leghamarabb adásba kerülni, de Trianon 100. évfordulója kapcsán mindenképpen úgy gondoltuk, hogy a mítikus történelem szemszögéből is meg kell vizsgálni ezt az esemény sort, amit Trianon jelent. A mítikus történelem fogalmáról egy mondatot talán érdemes mondani, sok félreértés van e körül. Többen úgy gondolják, hogy ez az oknyomozó hivatalos történettudománnyal szemben fejti ki az álláspontját, nem erről van szó, hanem egy más nézőpontot képvisel egyszerűen. Egy emelt valóságszintet, ahol a ciklikusság, a sorszerűség és az üctörténet szempontjai is érvényre jutnak. Tehát ebből a szemszögből a magyar történelem eseményeit igyekszik megvizsgálni Szántai Lajos. Ebben az előadásban pedig a trianoni országcsonkítás hátteréről, ennek összefüggésében. Sokan hozták összefüggésbe mítikus történeti megfontolásból a magyar történelem eseményeit Krisztus keresztútjárásával. Így megfeleltették a magyar történelem fordulópontjait egy-egy stációnak. Ilyen értelemben egy stáció Trianon is. Az előadás címe is ezt sugallja, és ezen a ponton nagy szeretettel átadnám a szót Szántai Lajosnak. Trianon 100. évfordulóján, tehát 2020 év végén azért felmerülnek dolgok időnként, hogy mit hozhat egy ilyen évforduló. Innen nagyon könnyedén tudunk visszatekinteni, tehát mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem valósult meg, mi az, amit mondjuk elszalasztott lehetőségek körébe lehet utalni, egyáltalán mi az, ami történt velünk. Mert erre nagyon sokan figyelmeztettek egyébként, érdemes itt utalni Kocsis Istvánnak egy kiváló észrevételére, hogy létezik egy Trianon trauma, egy Trianon pszichózis. Tehát ez azt jelenti, ides tova most már tényleg egy évszázados múltra visszatekintve, hogy úgy tűnik, hogy a magyar népnek, nemzetnek ebben az évszázadban, vagyis bocsánat, hát az elmúlt évszázadban egészen idáig, tehát 20.-21. század vonatkozásában nem volt ideje, nem volt alkalma, nem volt lehetősége arra, hogy egy ilyen hatalmas történelmi tragédiát a néplélek szintjén. Tehát ezt megint lehet hivatkozni arra, hogy mondjuk a pszichológia irányzata honnan közelítené meg, vagy a néplélekkutatás. Tehát egy népre is jellemző az, hogy van egy közös lelkület. Ez a közös lelkület, ez tulajdonképpen egy olyan egymásra hangoltságot jelent, hogyha valakinek valami fáj, akkor az nem csak neki fog fájni, hanem mondjuk nekem is, másoknak is fog fájni. Tehát érezzük azt, hogy egy néphez tartozunk. Ha bajban vagyunk, akkor egymáson tudunk segíteni, Kárpát-medencei nagyságrenden belül, és hát a tanulságokat le tudjuk vonni. Na most jelen pillanatban nagyon úgy néz ki, hogy ez az esztendő, tehát a 2020-szal jelzett, megint csak megpróbáltatásokkal terhes esztendő, nem nagyon nyitott lehetőséget arra, hogy egy világtörténelemben, azon belül az európai népek történelmén belül, ott megint tovább tudunk közelíteni a magyarság történelmén belül, egyáltalán nem kibeszélni magunkból, mert ez egy olyan közhelyszerű megfogalmazás, hogy ez nem mindig találó. De tényleg valaminek, és ezt érezni lehet, valaminek fel kéne a lélekből fakadnia, valaminek fel kéne szakadnia, valamivel szembesülni kellene nekünk is, és a nagyvilágnak is. És ilyenkor azért
felmerül, hogy milyen tanulságokat lehetne levonni. Van-e építő jellegű? Hát nyilván, amíg van világ, amíg van jövő, amíg van remény, addig a legnagyobb rossz esetében is lehet arra számítani, hogy valami jót azért föl lehet fedezni. De nagyon érdekes összefüggések adódnak egyébként, amelyek nem túl biztatóak. Tehát egy évszázaddal korábban, pont az első világháború végén, és pont a trianoni békediktátum nyílbeütésének idejében egy hatalmas nagy járvány tombolt Európában. Ez a spanyol nátha nevezetű járvány. Hát nem elég az, hogy az első világháborúban több mint 10 millió ember halt meg, és ezek nem is biztos, hogy megfelelő módon elkészítette statisztikák. Én csak azért mondom ezt a 10 millió fölötti lélekszámot és áldozatot, mert ezt úgy általában el szokták fogadni. Utána kirobban, közvetlenül a háború végén, a háború után kirobban egy hatalmas nagy járvány. Több millió ember hal meg. Na most ugrunk 100 évet, és mibe találjuk magunkat egy olyan időszakban, aminek még a 2020 elején, január-február idején még voltak nagyon biztató mondatok, ha valaki a nagypolitikát nyomon tudta követni, akkor elhangzottak olyan összegzések, hogy Trianon óta a nemzet nem volt ilyen erős. Én megmondom őszintén, ezt egy kicsit erős túlzásnak tartottam, de lehetett benne érezni mondjuk az optimizmust. Ez egy vitathatatlan dolog, és rá rövid időn belül kiderült az, hogy amikor mi a nemzeti összetartozás jegyében akarunk egy évet eltölteni, még az odafigyelést is tovább akarjuk erősíteni, még arra is gondolunk, hogy ezek a határok újabban már azért sokkal könnyebben átjárhatók. Hát egyszer csak bejön az, hogy kötelező társadalmi távolságtartás, akkor határzárak. Na most nyilván mindent meg lehet okolni és lehet érzékelni, hogy ez tényleg egy véletlenszerű esemény sorozat. De hogyha majd hosszú évtizedek távlatából megint visszatekintünk, hogy végeredményben mi hogy néztünk bele abba a tükörbe, amely 100 éve egy Trianon címszó alatt jelenik meg. Ez megint egy külön kérdés lesz. De egy biztos, ezek a fajta, hogy úgy mondjam, párhuzamok, ezek azért mégiscsak figyelemre méltók. Tehát akkora hatalmas nagy tomboló, és hát tényleg milliós nagyságrendben áldozatokat szedő járvány, most éppen világjárvány. Mondhatjuk azt is egyébként, hogy hát ilyen a magyarságnak a sorsa, hogy balsors, akit régen tép, még tulajdonképpen még egy ilyen helyzetben sem nyílik lehetőség arra, hogy összegezzünk, mert ha én megnézem mondjuk a rádió-tv adásokat, amelyek ebben az évben úgy Trianonról szóltak, vagy felidézték. Nyilván túlzás lesz, amit mondok, de ha valaki mondjuk tényleg a média tevékenységét nyomon követi, műsorról műsorra, híradóról híradóra, akkor azért meg lehet állapítani azt, hogy mondjuk a reklámra szánt idő, ha összegeznénk, lehet, hogy többet tenne ki mondjuk, mint egy ilyen sorstragédiával törődő idő. És ez nem újdonság, tehát ezt nem én mondom, ez teljesen nyílt titok. Ez így van egy ember esetében is, így van egy családi környezeten belül is, így van párkapcsolatokon belül is. Tehát a bajokat, a problémákat, ha nem tudjuk tisztázni, akkor azok szó szerint megbetegíthetik az embert. És szó szerint megbetegíthetik a társadalmat, megbetegíthetik az emberiséget, mert 100 évvel ezelőtt valami olyan esemény történt, amiben úgy néz ki, hogy tudva vagy tudatlanul, de minthogyha most a mitikus húrokat pendítjük meg, tehát nyilván egy oknyomozó történettudomány nem is fog lélektani kérdésekkel foglalkozni. Akkor akik lélektannal foglalkoznak, nyilván nem is fognak történelmi kérdésekkel foglalkozni. Tehát sikerült a világot és az életet olyan apró szeletekre feldarabolni,
Hát amit Ady Endre a maga idejében, és ő hát 1919-ben halt meg, végül is megélte ezeket az időket. Hát a trianoni békediktátumot már nem élte meg. De egy biztos, ő annak a kornak a lényegét nagyon szépen megfogalmazta az egyik versében, tehát minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, tehát valami eltört. Ugyanakkor pedig valami szétesett, darabokra esett szét. És élek a gyanúperrel, hogy nem magától. Na most ilyenkor viszont már felmerülnek olyan kérdések, hogyha nem magától, akkor hogyan, és nyilván aki ilyet mond, akkor valamilyen összeesküvés elméletnek a híve. Hát én csak gratulálni tudok, mert az, hogy hogyan értelmezünk elméleteket, ezen megint lehet vitatkozni. De nagyon úgy tűnik, hogy ez nem elmélet, hanem gyakorlat. És miért lehet arra gyanakodni, hogy igenis gyakorlat? Azért, mert nem kell nagyon messze mennünk, tehát úgy beállítani az életet, vagy mondjuk országok közötti kapcsolatot, hogy érthető legyen. A mai pillanatnyi időben is, ha én megnézem azt, hogy történetesen milyen egy magyar-ukrán kapcsolat, és hogy mi történik jelen pillanatban a Kárpátalján, akkor lehet tudni, hogy a diplomáciának is van egy hivatalos, hogy úgy mondjam, tevékenységi köre, és ugyanakkor pedig maguk az érintettek mondják el, hogy van titkos diplomácia is. Na most akkor kérdezem én, hogy akkor innentől kezdve a világtörténelem, mert ez megint nyílt titok, megint mindenki tudja, vannak olyan szerződések, vannak olyan kutagodások, vannak olyan érdeklődések. Hát, hogyha nem lennének összeesküvések, akkor tulajdonképpen titkosszolgálatokra se lenne szükség. Azért hozom én ezt elő, hogy érzékeljük, hogy mennyire bagatelizálnak dolgokat, mennyire próbálják nem a súlya szerint kezelni az egész ügyet, és mennyire megpróbálnak jelentékteleníteni. Hát ő a tagadók táborába tartozik, ő a hívők táborába. Elnézést! Itt élünk ebben a világban, és szeretnénk tudni azt, hogy miért történnek velünk azok az események, amelyek megtörténnek. Na most így a kezdetén, ez talán szokatlan, hogy úgy mondjam, példázat lesz, de érdemes a népmesék világából is idézni. Na nem azért, mert itt innentől kezdve mesélgetni akarnánk bármit is, de a népmesék világáról azért el szokták mondani, hogy hát a népmesékben mindig győz az igazság. És ezt megint olyan lekelezelő módon szokták időnként hangoztatni, a lekicsinlő módon, és akkor vissza lehetne kérdezni, miért nem lehetne egy olyan világban élni, ahol véletlenül mindig győzne az igazság? Tehát miért kell elfogadni azt, hogy a világ hazugságon alapul? Miért kell elfogadni azt, hogy több a rossz hiszeműség, mint a jó hiszeműség? És hát magyar népmesékben, hála az Istennek, tényleg mindig győz az igazság, és ugyanakkor lehet érezni a kozmikus nagyságrendben sorskérdéseket is tárgyaló népmesék erkölcsi világában, hogy mindennek megvan a következménye. Na most ebben megint semmi rendkívüliség nincs. Ha én megnézem azt, hogy Jézus Krisztus adott esetben mit tanít arról, hogy ha elkövet valaki egy tettet, akkor azzal a tettel mi lesz azok után? Hát nagyon egyszerűen úgy nyilatkozik, hogy a te tetteid követnek téged. Ha a népi bölcsesség területén vizsgálódunk, és ez már vallástól független is lehet, mert nincs olyan néphagyománya, miért? Mert ez egy emberi tapasztalat. Tehát ha valamit teszek, annak lesz következménye. És ugyanakkor pedig, ha világvallások szintjén, ez mindenhol alapvető tanításként jelenik meg, akkor ezeket figyelembe kell venni. És van még egy érdekes ide vonatkozó evangéliumi tanítás, amit nekünk nagyon meg kellene fontolni, hogy ennek mi lehet az igazi jelentése, de nagyon lényeges. Más a vető és más az arató. Tehát mondhatnánk azt is, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de egy biztos, jelen pillanatban a globalizáció jelenlegi helyzetében kialakult a föld kerekség egyidejűség. Tehát ez azt jelenti, hogy a múltat nem ismerjük, a jövővel nem számolunk,
és egy ilyen közel múltban kotyogó jelen, és egy közel jövőben fenyegető jövőkép között szenvedünk és szenvelgünk. Na most a magyar népmesék világában, tehát amennyire ténylegesen az igazság és a jóság győz, és nem véletlen az, hogy minden magyar népmese egy ilyen élettanításként is megjelenik. Tehát nem csak a gyerekeknek szól, tehát felnőttek egymásnak is mesélték, tehát hogy nagyon egyszerűen népmesekutatók elmondták, hogy a népmesébe, hát ebből nem kinőni kellene, hanem belenőni. Most próbáljunk belenőni egy olyan igazságos világba, amit ma már, most gondoljuk végig, hogy hova jutott a világ, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni. Ma már a hétköznapi szinten felbukkanó igazságosságot is szeretnénk a mesék fantáziadús világába átutalni. Ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy a világban nagyon nagy bajok történtek. Tehát belenyugodni abba, hogy az igazság az tulajdonképpen hipotetikus tényezőként, vagy elméletként jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az életnek a fundamentális alapjait azt úgy tűnik, hogy gőzerővel, hatalmas erővel kezdik megrongálni. A másik pedig, amit sajnos észre kell venni, hogy a 20. század tulajdonképpen, ez már a 19.-18. században elkezdődött egyébként, hogy minthogyha népekre, nemzetekre, ez a világ alakító erő nem jó szemmel nézne. Tehát minthogyha erre a minőségi tényezőre, hogy vannak az emberiségen belül népek, nemzetek, kialakultak hagyományok, kialakultak közös tapasztalatok, teremtővel való kapcsolatrendszerek, és ebben az ember azért egy ilyen kapcsolatrendszerben, mert az azt jelenti, hát ha van népem, nemzetem, akkor számolhatok azzal, hogy van hazám. Ugyanakkor pedig, hogy valahol van egy ország, ahol élek, és egy ország fogja a kereteket biztosítani kisebb-nagyobb társadalmi egységeknek, hogy a közösségben megfelelő módon a képességeiket ki tudják bontakoztatni. Na most mi még mindig a harangokat a népek, nemzetek, hogy úgy mondjam, felszámolási kísérletei miatt, globalizáció az nem is titkolja egyébként, ez egy felszámolási kísérlet arra, olyan módon, hogy egy gyakol, egy pásztol, nincs szükség népekre, nemzetekre, sőt, hát majd idézetben látni is fogjuk, nyelvekre sincs szükség. Tehát elég egy nyelv. 8 milliárd ember él a Földön, tulajdonképpen ezt a nagyon sokféle nyelvet, főleg a kis népek kis nyelveit úgymond, ezt pillanatok alatt világnyelvekre kell fölcserélni. Most ebben megint határtalan nagy veszélyek vannak, de ez megint egy, hogy úgy mondjam, külön kérdés. De eljutott a 21. század, tehát Trianon századik évfordulójára a világ oda, és ezért akik aggódnak mondjuk a kisebbségekért, határon túli magyarságért, mondjuk a szorványban élő magyarságért, azért nem ártana és aggódnunk kell félteni, tényleg nemzethez tartozó testvéreinket kell. De azért mégiscsak megint az embernek eszébe jut egy olyan, hogy legyetek már okosak, mint a kígyó, és szelidek, mint a galamb. Tehát valami olyat érez az ember, hogy olyan keretek között próbáljuk meg a magyarságnak, agymagyarságot a magyarnak, ahogy József Attila fogalmaz, visszaadni vagy eljuttatni, amely keretek eleve kizárják azt a lehetőséget, hogy egy ilyen cél megvalósuljon. Ugyanakkor pedig mindent meg kell az ilyen keretek között, mondjuk ez az Európai Uniós keretek között, Brüsszelvel való tárgyalások keretek, tehát ezt meg kell tenni. Ez vitathatatlan dolog, de úgy tűnik, hogy többre van szükség. Tehát egy mélyebb, magasabb átlátási képesség mentén észre kell venni, hogy menet közben már eljutott ez a bomlasztó erő. A világot úgy tűnik, akárhogy nézzük meg, szépítjük, de minthogyha megpróbálna egy erő, egy hatalom felbomlasztani. Megpróbálná a minőséget mennyiségbe átvinni. Megpróbálná a dolgok valódi értékét szétmosni.
Na most, amikor Vörös Sándor például nemes egyszerűséggel úgy fogalmaz, ő még a maga idejében fogalmazta meg, én meg sem merném ezt egyébként fogalmazni, hogy milyen özönben él a mai emberiség, és hogy tulajdonképpen ezt az újkori civilizációt majd, tehát olyan módon fogalmaz ő, hogy volt vízözön, nyilván tűzözön van beígérve, de ez inkább egy másfajta özön. Tehát ennek szaga is van. És ebből azért nem tud az élet olyan szépen tovább épülni majd, mint előre ki lehetne ezt számítani. Tehát jelen pillanatban az embertelenítésnek a szakaszába lépett ez a folyamat. Tehát ez mit jelent? Már a népek, a népeken belül a családok, hát eleve individumra van szükség, családokra, társadalomra már nem nagyon van szükség. Emlékezzünk vissza 60-as, 70-es évekbe, amikor egy politika, és ez a tulajdonképpen ez a vörös oldalon végbe menő politika volt, ez tőlünk nyugatra már évtizedekkel korábban végbe ment, amikor a nemzedékeket egymás ellen kijátszották. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyerekek a szüleik ellen. Tehát a gyerek már nagyon haladó, és a szülő, amit képviselt értékrend, az maradi, elavult, és észre se vette az a korosztály ebben a hatalmas, nagy, modern nekibuzdulásnak, hogy az életével játszik. Na most ezen úgy tűnik, hogy lényegében túl vagyunk. Most már az ember maga a célpont. Embertelenítés. Tehát férfi ne férfi legyen, a nő az ne nő legyen, majd eldönti, elnézést, mit fog eldönteni. Tehát innentől kezdve lehet érzékelni és tisztán lehet látni azt, hogy a világ alapvető működés rendjét most már, mert hogyha az ember egy mikrokozmikus valóságként a makrokozmosznak a hiteles leképeződése, és azért tudni kell azt, hogy a kozmosz akár tetszik, akár nem, nem demokratikus elvek alapján épült fel. Ez egy hierarchikus szabályrendszer szerint épül. Na most, ha már ott az alapvető kettőségeket, gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Ez azt is jelenti, hogy bent vagy kint, fent, lent, ég és föld, nappal és világosság, nappal és éjszaka, nap és hold, férfi és nő, yin, yang, tehát az egész mindenség tulajdonképpen egy olyan kettősségre épül, amely az emberben, mert az ember az egy és oszthatatlan. De van egy alapvető kettősség, hogy az emberséget ezt most éppen a yin tulajdonságok képviseletében, vagy a yang tulajdonságok képviseletében férfiként, nőként éli meg. És a kettő együtt adja az embert. Tehát a nő az nő, a férfi és a férfi az férfi. És nagyon szépen népmesei példákat is lehet előtérbe állítani. Hát nem véletlenül keresi az egyik nem a saját, hogy úgy mondjam, lelkében élő kiegészítő párját. Mert ha egymásra találnak, akkor tudnak egy tökéletes egységet, hogy úgy mondjam, alkotni és megvalósítani. Tehát eljutott jelen pillanatban Trianon 100. évfordulójára, eljutott az egész világ olyan, hogy most már magának az embernek a megmaradása került veszélybe. Hát nyilván tovább fog élni, de nem mindegy, hogy ember alatti szinten megyünk tovább, emberszerű tüneteket fogunk felmutatni, vagy egy biorobot, hogy úgy mondjam, egy mesterséges intelligencia és milyen, hogy úgy mondjam, digitális diktatúra keretében. Tehát idézném a népmesei példát, mint egy mottóként, elöljáróként a továbbiakhoz. Hát bármelyik népmeséből tudtunk volna hasonlót, ez a Brunci királyfi meséjéből származik. Hát ez most egy annyira kiragadott példa, hogy nyilván magáról a meséről nem lesz szó. Hát így szól a kiválasztott idézet. El is ment Bruncik. Volt ott enni, inni való, kinek mennyi kellett. Éjfélkor összegyűltek a cselédek, de csak a férfiak, egy hosszú asztalhoz. Ittak, beszélgettek, aztán egyszer csak, aki az asztal végén ült, elmondta az élettörténetét. Na erre figyeljünk oda, elmondja az élettörténetét.
Tehát egy embernek is van élettörténete, egy közösségnek is van, népnek is, nemzetnek is, és nyilván az egész emberiségnek is van egy élettörténete. És nem mindegy, hogy az emberiség élettörténete az mire fog kifutni. Így sorban mindenki el kellett, hogy mondja. Azért figyeljünk oda, a népmesét már jelez. El kellett, hogy mondja. Hogy hol született, honnan jött, hol járt, mit csinált. Tehát itt már a tökéletes ellenőrzés és számbavétel idejét éljük. Mit látott a világban? Mikor Bruncikra került a sor, Bruncik ezt mondta. Én nem láttam semmit, én nem tudok semmit. Megszólalt a szomszédja, megtaszítja, mondja neki. Hazudj te is. Mi is ezt csináltuk. Na most népmese. És miről van szó? Hát ezt nem mondtam el, de ez éjféli időben történik. Tehát egy közösség, ez a cselédek egy birodalmon belül, egy királyi udvar tartáson belül, úgymond titokban összejönnek, és az éj leple alatt megbeszélnek dolgokat. Mindenki elmondja a saját élettörténetét. És mi a lényeg itt? Az, hogy mindenki hazudik. És amikor Bruncikra kerül a sor, akkor hát szegény úgy amúgy is nyilván érzi a társaságbéli, titkos társaságbéli tagokról, hogy valamit nem stimmel, mert előbb-utóbb az ember ösztönösen megérzi, hogy hazudnak vagy igazat mondanak. Nem mindig sikerül egyébként, de azért egy idő után meg lehet érezni. És hát erre mondja Bruncik királyfi, hogy én nem szoktam hazudni. Azért valamit elmondok. És hát tudom, hogy nehéz elhinni, de itt vagyunk a Trianon kérdéskörnél, Trianon szindrómánál, vagy traumánál, vagy pszichózisnál, mert nagyon sokan figyelmeztettek arra, hogy egy századik évforduló, azért az már egy kicsit szó szerint mitikus visszatekintési kereteket is biztosít. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag már úgy a dédszüleink ifjú korában történt eseményekről van szó. Tehát még a nagyszülők vonatkozásában még érzékelünk egy hétköznapi időbeli ritmus, de már a nagyszülők tapasztalatvilágánál lehet érzékelni, hogy a kis idő, amit évről évre megélünk, az minthogyha kezdene egy nagyobb időrendbe átfordulni. És hát végeredményben tényleg van egy alapvető kérdés, amit meg kell próbálni tisztázni, és az egész világnak a létét érinti. Tehát milyen korszakban van az a világ, tehát maga a világ, ahol ilyen tragikus események megtörténhetnek. Mert nem én vagyok az első, nem én vagyok az utolsó, és nem kortársaink az elsők, és nem kortársaink az utolsók, akik nem egyszer, és ez már abban a korban megtörténik, amikor a béke diktátumot diktáló, de egyáltalán mi a béke, ezt is érdemes időnként megvizsgálni, hogy kicsit megfogalmazni, köszönjük szépen, hogy ez a béke, akkor ebből nem kérünk, ez inkább egy keserű hüllőből kivont pirulára kezd emlékeztetni. De amikor Clemenceau, Franciaország miniszterelnöke, a saját szövetségeseiről, hát aki aztán itt most a kis antant országoknak a vezetőiről van szó, tehát miniszterelnökökről, úgy nyilatkozik, hogy ők a béke hiénái, akkor azért felmerülnek kérdések, ha valaki tudja, hogy a hiéna hogy viselkedik az állatvilágban. És ha egy szövetséges a másik szövetségesre, úgymond miközben harcolunk az igazságért, harcolunk a világ jobbításáért. Na most, hogyha ezeknek egymásról ez volt a véleménye, ha Lloyd George, az angol miniszterelnök kinyilvánítja, hogy hazudtak nekünk, most én a saját szavaimmal mondom, hazudtak nekünk éjjel és nappal, akkor felmerül egy kérdés minden összeesküvés elmélet nélkül. De tényleg minden összeesküvés elmélet nélkül. Ha nagyhatalmak vezetői nem tudják, hogy mit miért tesznek, ha nagyhatalmak vezetőinek
jelentéktelen, tehát az egész világ történelem nagyságrendjét figyelembe vesszük, hogy milyen figurák adnak, milyen szürke eminenciások adnak a háttérből tanácsokat, hogy kiknek a úgynevezett memorandumait fogadják el, minden különösebb megvizsgálás nélkül. Most képzeljük el, én most elmegyek bárhova, mondjuk elmegyek Brüsszelbe. Hát egyrészt be se tudok menni. Másrészt milyen memorandumot fognak tőlem elfogadni. Tehát, hogy érthető legyen, milyen társulatok vannak a világban. Milyen, hogy úgy mondjam, szakosztályok vannak. És ma már azért lehetett érezni, ez az esztendő nagyon sok mindenre felhívta a figyelmet, többek között arra is, hogy a világ nagy hatalmait, most akár van ott választás, akár nincs, mert mindig van. És tulajdonképpen mekkora hatalmuk van ezeknek a vezetőknek? Hát most nem nevezem meg az országot, az is egy nagyon egyesült és nagyon államokban gondolkodó konglomerátum, de hát azért, hogy mondjam csak, mégiscsak oda kell figyelni, amire minden politológus már ideje korán figyelmeztetett, ezek adminisztrációs rendszerek, tehát adminisztrálnak valamit. És azért nem nehéz belátni, hogyha ténylegesen valódi, teljes hatalmat kapnának mondjuk kormányzatok 4 évre, erre sokszor azt lehet mondani, hogy jobb is, hogy nem kapnak, ha jön egy következő választás, hát abban a pillanatban már lehetne érzékelni az anarchiának a jeleit. Hogy leköszönt egy kormány, az új kormány még nem lépett a helyére, tehát zavart. Közben a gépezet olajozottan működik. Tehát ez a nagy világgépezet, ez úgy lett most már a 21. századra teljesen egyértelmű módon kialakultva, hogy a gépész, nevezzük őt gépésznek, na ez nem mozigépész lesz, de bármikor be tud avatkozni, és egy alkatrészt bármikor ki tud cserélni. Tehát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a világ felszínén lévő kormányzatok hát bármikor kicserélhető, lecserélhető, és akkor még az emberiségről sajnos nem is ejtettünk ebből a szempontból még egyetlen egy szót se. Tehát bizony felmerülnek aggályok. És bizony felmerül az a kérdés, hogy honnan származik a hazugság, honnan származik az igazság, és képzeljük el, hogy a 20. század elején hogy lehetett ekkorát hazudni a világba, ami akkor történt? Hogy nem szembesülhetett a világ ezzel a hazugság özönnel, ami akkor történt? És hogyha Ady Endrét idéztük, akkor érdemes megint idézni egy kortársat, hát nem tudom, hogy ők személyesen nem ismerték egymást, Ady Endre valószínűleg Csontváry festészetét nem ismerte, viszont Csontváry, hát az írásaiból egyértelműen kiderül, azért ő ismerte Ady Endre munkásságát. Na most Csontváry Koszka Tivadar írja az egyik írásában a következőket. Na most mivel mi nem hétköznapi történelemmel foglalkozunk, hanem a úgynevezett mitikus vagy kozmikus történeti nagyságrendben. Egyébként ez is létezik akár a nyugat-európai történelem kutatási rendszerekbe is tetten lehet érni, ezt történelem filozófiának szokták ott nevezni. Tehát amikor keresünk összefüggéseket a távoli és a jelenlegi események között. Na most Csontváry Koszka Tivadar a következőket írja. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, és csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Gondoljuk végig, Trianon századik évfordulója, és én értek mindent. Korlátozás, tiltás, szabályozás. Tehát titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom, most nyilván itt a valódi hatalom megbénítására. Hát ahogy a Úr imádságában
elhangzik, most csak a vége felől idézem fel, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Tehát nyilván van egy égi hatalom is. Titkos társulatok alakultak, és most lesz izgalmas számunkra az ügy, a történelem meghamisítására, a fajtabéli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes hajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Tehát amikor népeket, nemzeteket összekevernek, egymásba mosnak. Hát valaki a növényvilággal foglalkozott, valaki az állatvilággal foglalkozott, mindenki tudja, hogy lehetséges nemesítés, tehát ez egy vitathatatlan dolog, tehát lehet keresztezni, hogy úgy mondjam, dolgokat, és abból kijöhet egy új. De képzeljük el, amikor van egy ilyen gyümölcsoltó tevékenység, akkor ugyanaz egy beoltott gyümölcs, ha hozza a nemesebb gyümölcsöt, de utána hogy fog tovább szaporodni. Na most az állatvilágon belül, pásztortársadalomban, nagy állattartó népek, mindenhol lehetett tudni, hogy hol, mikor és hogyan lehet egyáltalán a párosításokat elvégezni. Tehát igenis van inspirációs lehetőség is, és kifejezetten elmeli az életnek a színvonalát a jó ütemű, jókor végrehajtott, hogy mondjam, kereszteződésnek nevezem ezt most így átmenetileg, de az amikor mindenfajta egyéni tulajdonság, népnemzeti tulajdonság, tehát karakteres tulajdonságok, amelyek minőséget képviselnek, ezeknek a szétmosása a cél. Hogy a következő nemzedék már ne is tudja meghatározni, hogy ő honnan jött, hogy ő tulajdonképpen kicsoda, hogy ő hogy gondolkodik a világra, egyáltalán vannak-e ősei, vannak-e távlatok az életében, de túl van ez egyébként magyarázva. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Itt vagyunk az egészség kérdéskörénél. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, nagymérvű húsevés fogyasztásra. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok arany, gyémánt és minden érték lefoglalására. Nem is olvasom egyébként tovább. Tovább lehetne olvasni, és rengeteg tanulságot lehetne érzékelni, hogy érthető legyen, Ady Endre is egy olyan társaságnak volt a tagja, ahol hát eleve esküt kell tenni, hogy aki nem odavaló, annak az ott elhangzott, hogy úgy mondjam, beszélgetéseinket nem fogom elmondani. Most elnézést, akkor van titkos társaság, vagy nincs titkos társaság? De tudom, hogy nincs. Összeesküvés nincs, semmi nincsen, tehát nagyon szép és jó, hogy így áll az ügy, de akkor miért ilyen dolgok történnek? És azért azt is tudni kell, hogy maga Nemeskürti István, hát a kiváló polihisztor, hogy úgy mondjam, tájékozottságú művelődés történész, és azért ő a jelenlegi miniszterelnöknek 1998-ban és 2002 közötti időszakban tanácsadója volt. Tehát Nemeskürti István nem egy előadásában, nem egy könyvében leírja, most én finoman fogok fogalmazni, hogy az 1700-as évek Európájában új vallás született. Új vallás született. És Nemeskürti István ilyenkor mindig megmondja ennek a, hogy úgy mondjam, társaság alakulatnak a nevét. Én ezzel nem akarok foglalkozni egyébként, mert szeretném azt is érzékeltetni, hogy bármennyire hihetetlen, mégsem ez a lényeg. Bármennyire hihetetlen. Na de elnézést, ha a nap süt, akkor süt. Ha az ég be van borulva, akkor be van borulva. Nem érdemes más mondani róla. Tehát vannak tények, amelyeket nem ártana, ha tényekként kezelnénk, vannak hipotézisek, amelyeket nem ártana, ha elméletekként kezelnénk, és bizonyos összefüggő dolgokat pedig, hát ameddig valamennyi emberi érzékünk megmaradt ebben a világban, az úgy is érzékelni fogja, hogy valami nem stimmel. Hát elnézést, miért ezeknek az eseményeknek kell bekövetkezni? Annyi jó dolog van a világban, hogy egy pillanat alatt, ahogy Petőfi Sándor mondaná, itt lehetne a Kánaán.
és még sincs itt. Hát minden lehetőség megvan a kézben, hogy valami jó is történjen, minden felhalmozott, hogy Csontvári erről beszél, hogy anyagi javak felhalmozva. Tessék szétosztani, tessék ide igazságosan elosztani. Hát mire egy mondatot befejezünk, hány gyerek hal éhen és szomjan a világban? Na minden esetre tehát felmerülnek ilyen jellegű, hogy úgy mondjam, kérdések, aggályok is, és akkor nyissunk egy másik útvonalat. Tehát úgy mond, van egy üdvtörténet, vagy egy kozmikus léptékű üdvtörténet, ennek a kereszténységen belül is fel lehet a világos vonalvezetését fedezni, és hát minden korban vannak olyan szentírásoknak, szentíratoknak, proféciáknak, előrejelzéseknek mondják, amelyek a jövővel foglalkoznak. Most a kereszténységen belül is bárki forgathatja, Új Testamentum könyvei között ott van, ez a jelenések könyve. Most a jelenések könyvével tényleg sokan foglalkoztak, ez tényleg vitathatatlan dolog. És általában úgy magyarázzák, bármelyik vallási felekezet képviselőjéről legyen szó, a jelenések könyve, tehát János apostol mennyei jelenésekről való könyvéről van szó, János Jézusnak a szeretett tanítványa, János evangéliumnak a szerzője, mondván, hogy hát itt a világtörténelem van leírva, és tényleg a jelenések könyvében az emberiség történelme a világ végéig, hát meg van jövendőlve, le van írva, hogy mire lehet számítani. Na most ebben a jelenések könyvében viszont, hát vannak olyan dolgok, ahol a népek is meg szokták találni, vagy ha népeket nem is szokták előtérbe állítani, de teológián, vagy bárhol, mindenhol, hát nyilván ez a felkészültségtől függ, hogy milyen történelmi eseményt próbálnak ma is hivatalos keretek között a jelenések könyvében megfogalmazottakkal párhuzamba állítani. De mivel szimbolikus a jelenések könyvének a nyelvezete, meglehetősen kozmikus keretek között mozog, általában pont a kozmosz nem szoktuk ismerni, se a mikrokozmosz, se a makrokozmosz, innen már nagy baj szokott lenni, tehát ilyen rébuszokban szoktak ráutalni. De egy biztos, vannak egyszerű megfogalmazások. Én most hármat fogok idézni. Az egyik így szól. Mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei, mert a te bűvöléseidtől eltévejedtek mind a népek. Na most azért, amikor a jelenések könyve fogalmazódik, azért nem árt tudni, hogy a népek nincsenek globális szintű egyidejűségben, egy sorsnak kitéve, hogy úgy mondjam, kapcsolatban egymással. És a jelenések könyvében nem egyszer előtérbe kerülő megfogalmazás, hogy a földkerekség lakosai. Tehát lehet érzékelni. Eljön majd az idő, amikor nem intuitív módon, nem révülési utakon, nem valahonnan lejött információk alapján fogunk a földről egyidejűleg tudni egymásról, hanem egymás nyakán, hátán nyakán élő emberiség gyakorlatilag egy rendszerbe, egy, hogy úgy mondjam, cellába kényszerítődött be. Aztán van ilyen a jelenések könyvébe. Ez a 11. fejezet 17-18. Hálát adunk neked, Uram, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Na most kérdés, vannak, akik pusztítják a földet? Hát az a helyzet, hogyha végigkövetjük csak Mátyás halála óta bekövetkezett világtörténelmi eseményeket, elindul a gyarmatosítás. Tehát már Afrika felé elindult, onnantól kezdve Amerikák felé, 1492 Kolumbusz áthajozik az új világba. Most azzal ilyen slágerfesztiválos módon foglalkozni, meg, hogy mondjam, műveltségi vetélkedős módon, hogy Kolumbusz tudta-e, hogy felfedezett egy új világot, vagy azt hitte, hogy Indiát, jó, foglalkozzunk ezzel, nem ez a lényeg. Mi az, amit keresett? Most a naplója átírásban maradt meg,
de hogy érthető legyen, hogy mit jelent egy nyugat-európai társadalom, és mit jelent egy nyugat-európai civilizáció számára, úgy több mint fél ezer esztendővel ezelőtt a felfedezés. Ez azt jelenti, hogy mindenhol aranyat keresnek, aranyat. Tehát keresd az aranyat. Kérdés, miért? Meg lehet enni? Meg lehet inni? Arany ilyen fontos? Hol van a felfedezésnek a valódi öröme? A másik pedig a benszülött lakosságra vonatkozik, maga Kolumbusz írja, mert a levelei nem, hogy úgy mondjam, átiratokban maradtak meg, amit mondjuk a spanyol uralkodónak ír. Milyen jó rabszolgák lesznek? Tehát gyakorlatilag keresik az aranyat, és az emberben nem az embert látja, embertársam, máshol is élnek emberek a földön, testvérem, keblemre, hasznos rabszolgák lesznek. Most, ha valakinek van illúziója még, most egy kicsit mélyben búvárkodunk, de hogy érthető legyen, fájdalmas, ami Trianonnál megtörténik, de az a naivitás is fájdalmas, hogy 100 év elteltével is még azon csodálkozunk, hogy megtörtént. Hát elnézést, azelőtt mi történt a világban? Miért alakult át így a világ? Hát lehetett tudni, hogy így fognak viselkedni, és a jóhiszeműségre alapuló emberi élet eleve ezt nem nagyon feltételezi a másra. Bármennyire hihetetlen, és ameddig még tényleg a negatív tragikus következmények ellenére is még mindig azt mondja az ember, hogy inkább ilyenek maradjunk. De akkor számoljunk azzal, hogy, mert azért jó a jó hiszeműség meg a naivitás, de azért az élet szeretne tovább élni. Hát hogy tudom megvédeni a jövőt? Hogy lehetne a jövőnek emberi arculatot, hogy úgy mondjam, biztosítani. És van a Jelenések könyvében még egy, hát sok van egyébként. Így szól a szöveg, 16. fejezet, 13. megkezdés. S látték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából. Jegyezzük meg, mert van egy hármasság. És hangsúlyozom, mi megtehetjük, nyilván a történelettudomány szakavatott képviselője csak mosolyogna rajta. De azért annak van jelentése, bármennyire hihetetlen, hogy egy Párizs mellett, Versailles-ban is, ott egy, ahogy úgy mondjam, palota együttesen belül, a Nagy Trianon palotába. Mert ha valaki nem is tudja, hogy mi történt ott, szinte szállóigévé vált. Van egy keserű íze, Trianon. Tehát azt se tudjuk sokszor, hogy mit jelent az, hogy Trianon. Az más kérdés, hogy 14. Lajos francia király, most független attól, hogy van ott olyan település a környéken, 20. rangú kérdés, a napkirály. Hát azért lehet, hogy ez személyeskedésnek tűnik, de én nem laknék olyan palotában, aminek az a neve, hogy három nem. És ez nem három nemet jelent, hím nem, nő nem, semleges nem, hanem tulajdonképpen valamire nemet mondok háromszor. Trianon. Tehát ez a, nem a háromszoros bölcsesség Hermes Trismegistos világát idézi fel, hanem valamire azt mondjuk, hogy nem. És ott a helyszínen viszont nem derül ki, hogy én mire mondok nemet. Nemet mondok a gyűlöletre, nemet mondok a bosszúvágyra, nemet mondok a jóságra történetesen, mert erre is nemet lehet mondani. Ha viszont innen nézzük, mondjuk a Jelenések könyvének irányából ezt a fajta hármasságot. És gondolom mindenki tudja azt, hogy akit népszerű néven ördögnek hívnak, vagy ismert néven sátánnak neveznek. Ugyanakkor pedig már kibontottabban van egy ilyen megfogalmazás, hogy a diabolosz. Na most ez a diabolosz, tehát ez az ördögi hatalom tulajdonképpen mit képvisel? Ez azt jelenti, hogy vádló. És tagadó. Hát Madács ember tragédiája, Madács Imre ember tragédiájába is, hát nem a teremtő atyaisten a tagadó. Hát ki a nagy tagadó? Ki az, aki azt mondja, hogy Trianon, hogy nem? Hát lehet tudni, megvan a maga kedves neve, Lucifernek hívják. Viszont a Jelenések könyvében tényleg megjelenik egy triumvirátus, megjelenik egy trió, megjelenik egy hármasság, és ez a hármasság a Szent Háromságnak a tagadása.
Tehát adva van a sárkány, adva van a fenevad, adva van a hamis proféta, és jegyezzük meg a hamis profétát, mert szövegel és hazudik, és éjjel-nappal. És így szól a szöveg tovább. Tehát, és láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, békákhoz hasonlókat, ördögi lelkek azok. És tovább nem olvasom, mert nagyon vinni az időt, és éppen elég felolvasni való van még, de valószínűleg el fogunk ettől tekinteni. Bárki utána járhat ezeknek az adatoknak, amelyek itt majd terítékre vagy említésre kerülnek. De tulajdonképpen tudni kell, hogy elmennek a világ a jelenések könyve szerint a követeiket. A világ legtávolabbi pontjaira is elküldik, és a népeket egybegyűjtik. Na most hangsúlyozom, se János apostol idején, a látomás, a patmoszi látomás idején, de még Mátyás király idején sem volt arra lehetőség, hogy globális szinten, egy időben, egy küzdelemre a népeket egybegyűjtsék. És mire küldik el, gyűjtik el össze a népeket a vezetőik révén? A nagy viadalra, a nagy háborúra. Az első világháborút, hát mindenki tudja, nem úgy nevezték, hogy első világháború, hát remélték, hogy nem kell majd meghatározni, majd lesz még, ne aggódjatok, hanem a nagy háború. Na most a nagy háború kirobbanása óta, de ezt a második világháború óta nem is tagadják, de nyugodtan mondhatjuk a nagy háború kitörése óta, a Földön egy másodpercnyi idő nem múlt el a Föld golyóbison, hogy ne lett volna valahol kemény, kegyetlen, öldöklő háború, de hangsúlyozom, 1945 utánra nem is tagadja senki. Most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent globális szinten. Adva van a Föld nevezetű golyóbis, a bolygónk, az anyabolygónk, és háború, 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 általában nem az igazság jegyében, hanem a felszínes ördögi hatalom vonatkozásában törnek ki ezek a háborúk. És ugyanakkor a szájából, akik háborúra bíztatnak, gyűjte Armageddon. Na itt a Armageddon. Tehát az Armageddon az az első világháború kirobbantásától napjainkig tart. És ekkor már viszont Armageddon, milyen címszó alatt mennek a dolgok? Hát ha én magyar nyelven azt mondom, hogy a szájából kijön valami, akkor tudnivaló, hogy a szimbólumok nyelvén. Vagy ha olyan egy népnek a nyelve, hogy szerves karakterű a nyelve, akkor nem is tudja meg örökíteni máshogy, hogyha valakinek van valami mondandója, ez lehet akár egy állat. Hát gondoljunk a népművészetünk jelrendszerére. Ezt Pap Gábor ezt számtalan alkalommal szokta részletezni, könyvekben kifejteni. Hogy például kutya, éneklő kutya, pásztorkészségen, szájából hatalmas növényinda jön ki. Mert ha mondjuk a népművészetünk jelrendszerén belül madarak énekelnek, és a szájukból növényinda jön ki, akkor ezt a hivatalos folklór néprajz tudomány hogy tárgyalja? Hát a leveleket és az ágat csipegető madár. Az föl sem merül, hogy ami a szánkból kijön, az egy beszéd, az egy üzenet, és azt le lehet képezni. Na most, ha a szájából valakinek kijön valami, akkor nem már tudni, hogy kijöhet az is, amit ő mond. És hogyha ez békával ábrázolják, akkor lehet tudni, hogy ez egy gusztustalan beszéd. De a magyar nyelvben a béka, és ezzel Végvári József is hosszadalmasan foglalkozott, a kiváló nyelvész, hogy tulajdonképpen, és kicsit messzebbre mennék vissza, mert így talán egy kicsit mai felkészültség révén egy átlag hallgató, mondjuk, aki ilyennel találkozik, majdnem megbotránkozna. De a béka, mint ábrázolás, mint képjel, végig követi az emberiség életét.
És például az egyiptomi műveltségben nem egyszer megjelenik maga Ízisz istennő. Valamilyen szertartás keretében. Ez egyébként Kárpát-medencében, úgymond római korból, hát légionisták által behozott vallások és kultúrák révén lévő egyiptomi műveltséget idéző ábrázolásokon, és a híres egyedi korsónak a motívum rendszere. Tehát áll mondjuk a istennő egy növény előtt, egy virágban végződik, és a virág tetején pedig ott ül egy béka. Na most még azt érzékelem, hogy virágot a virágnak, női tulajdonságkör, női minőség, hát eleve neki virágot szoktunk vinni és adni, és eleve hát ő a legszebb virág. Hát Szűz Máriára gondoljunk, hogy vannak gyönyörű egyházi és népénekek is, ahol a virágok nyelvén szép liliomszál, rózsavirág, mennyei ne felejts, engem soha el ne felejts. Hát miért, mert ezeket a tulajdonságokat, a virágnak a világosságra nyíló tulajdonságait fogja megidézni. De mi ez a béka? És hát hangsúlyozom, most nem mosolyogni kellene és derülni, de bizony sírjeleken is megjelenik. Kárpát-medence, temetők, ősi sírjelek, ott van a béka. Hát nyilván az ember halála pillanatában pont békává nem szeretne adott esetben változni. De még egy érdekességre figyelmeztetnék. A mi nemzedékünk még ahhoz a nemzedékhez tartozott, hogy voltak kötelező ünnepek, tehát május 1-e, április 4-e, november 7-e, kivezényelték az iskolát, és hát énekelni kellett, voltak ilyen énekek. És volt egy olyan, hogy amikor eljutott oda a Dalárda mozgalom, most képzeljük el, hogy nem tudom most, hogy megy ez iskolában, de amikor az iskola udvarán több száz gyerek énekli azt, hogy egy a jelszónk tartós béke. Úgyhogy ilyenkor mindig jöttek másnap, vagy még aznap az igazgatói intők. Mert nagyon sok gyerek úgy énekelte, hogy egy a jelszónk tartós béka. És ezzel tulajdonképpen tudva vagy nem tudva, az akkor fennálló zsarnoki rendszer ellen a maga naív, egyszerű gyermeki lélekével hát felkelt és lázadott. Túl van már tárgyalva a dolog, gondolom, nem nehéz belátni, tehát ha a fenevad, a hamis proféta nagyon tud nyilván beszélni. Hát ezek eszmerendszerek aztán válnak, kommunista eszmerendszer például, a sárkány. Béka jön ki, akkor mivel bíztatja az Armageddonra felvonuló népeket? Hát majd lesz a béke, világbéke. És nem veszik észre, hogy ez egy gusztustalan szöveg. És hát gondolom, mindenki tudja, hogy a trianoni békediktátumot úgy készítették elő, hogy tartós békét ígértek. A wilsoni béke. Ezzel majd külön fogunk foglalkozni. De ne menjünk ilyen messzire, csak érzékeltetni szerettem volna, hogy bizony aztán így visszatekintve minden megtalálhatja a maga helyét, és bizony azért lehet tudni, hogy amikor profilból mutattak annak idején, és hát minden közintézmény falán, iskolai termekben ott voltak, ez a három tagadónak, úgymond a három profilja, akkor a három közül, hát egyik se volt, ahogy mondani szokták, túl megnyerő arccal megállva, de az egyik, a kicsit kopasz, a kicsit kecskeszakálú, hát ezt mindenki tudta, hogy általában rajzolni szokták, és hát gyerekkorban mindig itt voltak a legnagyobb veszélyek, amikor rajzórán valami kötelező ünnepi rajzot kellett készíteni, és hát róla milyen rajz készül, miért? Mert ha egy gyerek mondjuk véletlenül tényleg a lényeget akarta abból kihozni, akkor szabályszerűen egy ördögi profilt rajzolt le, mert nagyon-nagyon könnyű volt. Na de látszat alapján ne ítéljünk, és én se akarok ítélni, csak azért mégis lehet érzékelni, hogy nyíltan Isten tagadó rendszer. Hármasság tagadó azon belül. Hármasságot képvisel. Jelenések könyvében gyakorlatilag ez a háromság jelenik meg, akik tönkreteszik a világot és a világnépeit elhitetik.
És az embert nagyon könnyű elhitetni azzal, hogy te figyelj, gyere már, lesz egy kis Armageddon, lesz egy kis csetepaté, de aztán kitör a világ béke. Na most, ha valaki megnézi csak a közelmúltnak a háborús eseményeit, akárhol, Közel-Keleten vagy bárhol, mindig így vezették fel a háborúkat, hogy majd milyen jó lesz, milyen békesség lesz, amit maguk mögött ott hagytak, az általában még rosszabb helyzetet jelentett az ott lévők számára, mint amit, hogy úgy mondjam, felszámoltak ilyen akarnok, zsarnoki, háborús törekvések révén. Na most nézzük azt a helyzetet, tényleg most már gyorsan, ami a jelenkorra vonatkozik. Idézem, Wikipédia, globalizáció. Alatta nyugati civilizáció, tehát hogy ezt csak azért mondom, hogy senki nem árul zsákba macskát, tehát ha mi azon kesergünk, hogy Trianon óta az elcsatolt területeken az ottani magyarságnak még azokat a jogokat sem adták meg, amiket a béke diktátumban megígértek. Ez nagyon fájdalmas, de lehetett tudni, sajnos ezt kell mondanom, hát azért sajnos lehetett tudni, hogy ez lesz. De 100 év elteltével miért csinálunk úgy, hogy most is csodálkozunk? Tehát honnan várhatja valaki attól a Nyugat-Európától, azoktól az országoktól, akik saját nemzetiségi kisebbségeiket gyakorlatilag eltiportak minden időben, és akkor meg lehet ám nevezni országokat, de én csak azt mondom, hogy Wales, azt mondom, hogy skóc, azt mondom, hogy katalán, azt mondom, hogy baszk, lehetne tovább sorolni? Hát Franciaországot mi csak a kommun óta ismerjük igazából, nagy francia forradalomig visszamenve, de azért nem árt tudni, hogy 14. Lajos francia király volt az, aki fővesztés terhe mellett az egész francia területre úgymond, ami nem egy népet jelentett, hát gyakorlatilag mai fogalmakkal élve Franciaország úgymond őshonos európai népközösségekkel volt tele. Hát, de akkor megint egy gyors zárójel. 14. Lajos francia király fővesztés terhe mellett elrendeli, hogy mindenkinek kötelező a francia nyelvhasználat. Anyanyelv nincs. Tehát nincsen ilyen. Na most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Mit várhatunk onnan, ahol a saját, hogy úgy mondjam, köztársaságot, demokráciát, szép királyságot hirdető civilizációjuk bizonyítható módon, ha csak Mátyás királytól számolok, csak 500 évre visszamenőleg semmi mást nem tettek, mint mindent, ami eltér egy globalizációs, így fogalmazva, átlagtól, azt tűzzel, vassal pusztították. És mindenhol két-három dolgot írtottak tűzzel, vassal. Beszélni szoktunk földanyáról. Na most maguk az indiánok nem egyszer elmondták azt, akár francia, akár spanyol, akár portugál, akár angol vonalról érkezett mondjuk így a felszínen a hódító, gyarmatosító, hogy nem értik őket. Hogy lehet a természetet így gyűlölni? Hogy lehet az életet, az élővilágot így gyűlölni? Na most képzeljük el, hogy milyen gyűlöletiszonyat indul el. Tehát nem csak arról vannak szó, hogy van őslakosság, hát nyilván ez a lényeg, de közben kiírt mindent, a bölényektől kezdve, az őshonos növényvilágon keresztül. Hát ha valaki a nagy felfedezések korszakával kicsit foglalkozott, csak a népszerűsítő adatokat veszi alapul. Ha Kolumbusz Kristóf kikötött egy szigeten, és ő maga azt írja, hogy paradicsomi, az élővilágnak, a növényvilágnak, ő maga írja, hogy ilyen jó szívű embereket a benszülöttekről ír, sehol nem látott. Következő mondat, mire lesz jó? Rabszolgának. A jó szívű ember. És hogy ne legyen senkinek illúziója, ezek a szigetek
gyakorlatilag Kuba térségében lévő szigetek. Gyakorlatilag 10-20-30-40 éven belül lakhatatlan-lakatlan szigetekké váltak. Kipusztították az élővilágot. Emberestől, növényestől, állatvilágostól. Tehát felmerül egy kérdés, és itt van a jelenések könyve, és hát hangsúlyozom, hogy felkéri fóházba a teremtőt, hogy pusztítsa már el azokat, aki a földet pusztítják. Akkor tényleg van olyan, hogy pusztítja? Hát elnézést, nem magától pusztul a élő és növényvilág. Na nézzük a globalizáció címszót. Globalizáció alatt a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési univerzalizálódási folyamatokat és azok következményeit értjük. A globalizáció valós és virtuális hálózatokkal, milyen hálózatokkal? Virtuális. Hát éppen a legutóbbi napokban mondták el, de ilyen lelkendezve, hogy milyen jó például az 5G mekkora nagy csodát jelent a világra, ez már a közeljövőben be fog következni, hogy meg sem tudjuk majd különböztetni, mert annyira összemosódik a valóságos világ a virtuális világgal. Hát erre mondja egy elnézést egy normális ember, hogy nem szeretném összemosni. Hát ami hazug, ami virtuális, még akkor is, ha vannak előnyei számítások területén, azért nem lehetne inkább az igazihoz, a valódihoz, az igazihoz ragaszkodni. Tehát a globalizáció valós és virtuális hálózatokkal kapcsolja össze a világ valamennyi országának gazdaságát, társadalmát és kultúráját. Tehát globalizációs folyamat. Összekapcsolva minden. Igen ám, de ez nem azt jelenti, hogy önálló, független népek, anyanyelvükben, kultúrájukban, boldogságban, tényleg éljünk a föld kerekségen, mert együtt testvéri szinten, mert eljött a Kánoán, olvasom tovább. Politikai közgazdaságtan, globalizáció főnév, ezt nem is fogom részletezni. Világméretű egységesedés. Egyes fejlett nyugati kapitalista országok vezetésével megnyilvánuló világszintű egységesedési törekvés és folyamat. Politikai, gazdasági és kulturális téren. Kulturális téren mi? Hát népek hoznak létre kultúrát. Kulturális téren, amely fokozatosan magába olvasztja, most figyeljünk, a nemzeti alapon szerveződő társadalmakat, gazdaságokat és kultúrákat. Magyarul a népek megszűnnek. Bele, ahogy mondani szokták, olyan pestiesen abban a nagy edénybe, ahol összemosódik minden. Az Európai Unió létrejötte és terjeszkedése a globalizáció egyik következménye. Ha egy országot már elérte a globalizáció, akkor annak egyre nehezebb megőrizni nemzeti arculatát. Hát még azokat, hogy anyanyelvhasználat, autonómia. Tehát mit kellene igazából érzékelni? Valahogy azt kellene látni, hogy a szép dolog, hogy mi küzdünk, a nemzetnek, a népnek, a magyarságnak minden területen emberségből fakadó jogaiért, de azt is tudni kell, hogy a világban a törekvések teljesen más irányba indulnak el. Tehát én onnan, hogy úgy mondjam, segítséget, ahonnan soha nem segítettek bennünket, csak akkor várhatok, ha tudom, hogy tulajdonképpen harangozni kell az igazságot, mert nekik is tudni kell az igazságot. De ahogy mondani szokták, hát nagyon egyszerű, és Zrínyi Miklóst idézve a Török Áfium címszó alatt lévő írásában, aki horvát, hogy úgy mondjam, családi kapcsolatokkal is rendelkezett, ő maga írja, hogy ne bántsd a magyart. És ugyanakkor Zrínyi Miklós, aki az akkori Európa egyik legfontosabb szereplője volt, akitől Európa sorsának jóra fordítását várta az akkori, nem magyar, tehát az egész világ, ismert világ közvel véleménye, akit hát a római pápától az angol uralkodón keresztül a francia királyig, pont most említettem az előzőkben, mindenki a legnagyobbra tartott.
végigveszi Európa országait, az ország három részre van szakadva. És felteszi a kérdést, hogy ebben a három része szakadt pretrianoni országban tulajdonképpen mit lehet tenni? Kitől várhatunk segítséget? És itt a Muszkva segítségét, tehát Moszkva, orosztárs segítségét éppen úgy felveti, mint a francia királyét. Milyen végeredményre jut? Senkitől nem várhatunk segítséget. Miért? Most saját szavaimmal mondom, mert soha senkinek nem segítettek. Most megint tömörítve Zrínyi Miklós keserű, és lehet, hogy rosszul tudom, de azért a diákkönyvtár sorozatban is a török áfium, hát gyakorlatilag középiskolai tananyagról van szó. Akkor miért nem olvassuk? Tehát hogy ringathatjuk magunkat, meg annak idején, hogy ringatta magát nagyon sok ember Európai Unió bölcsőjében, kedves anya szülte állapotokat, csecsemő állapotot feltéve, majd ők fel fognak bennünket nevelni. És semmi törekvése nincsen, mint hogy pelenkázzon, etessen, tápláljon, még el nem érjük a, hogy úgy mondjam, a szép kifejlett korszakot. Tehát tovább mondva, a globalizáció egyik eszköze az angol nyelv vezető szerepének rohamos terjedése, nem is olvasom tovább, csak hogy érthető legyen, amit Nagy Sándor, Kozmopolitész volt a címe, hellenizmus idejében. Nem véletlenül szereti Nagy Sándor tulajdonképpen minden olyan politikai berendezés az ókortól napjainkig, tehát érdekes módon Nagy Sándort illik ismerni. Azt kevesen tudják, hogy mi ennek a nagy népszerűségnek az oka. A nagy népszerűségnek már az ókorban az volt az oka Nagy Sándor esetében, hogy egy olyan programnak vált, nyilván tehetséges volt, nyilván zseniális hadvezér volt, azért nem úgy van, mint a mai világban, hogy megnyomnak egy gombot és elindítanak más országok szétverésére rakétákat. El kellett menni a sereggel. Tehát mondanánk, egy kicsit más alapon állt az a fajta globalizációs kísérlet. De mi volt az ő ideológiája? És honnan vette, és a legfontosabb, honnan szedte? Miért van ennyi nyelv a Földön? Zavarta őt. Hát beszéljen minden nép egy nyelven. Miért vannak népek, népviseletek? Most kicsit átkozmetikázva, amit ő mondott. De a városokra már elmondja. Hát, és a római birodalom majd ezt folytatja. A római állampolgár mi volt ennek a célja? A római állampolgár a római birodalom területén bemegy bármelyik városba, Ibériától mondjuk Szíriáig, akkor érezze magát otthon. Hogy érezheti magát otthon? Nem éri meglepetés. Minden egyforma lesz. Tehát gyakorlatilag behuny szemmel elmegy a fórumba, behuny szemmel elmegy a küzdőtérre, behúny szemmel elmegy a csarnokokba, a fürdőbe. Gyakorlatilag mindennek ugyanúgy kell kinéznie. És gondolom, tudjuk, az ókor végén általában az őshonos, ókori és magas kultúrát szerető népek, hogy miért nem szerették se a római, visszamenőleg se a görög, és se a Nagy Sándori modell. Mert gyakorlatilag ők maguk abban az időben is tisztán látták, hát ezek meg akarják semmisíteni. Azt, ami az embernek a legsajátosabb, hogy úgy mondjam, hozadéka, ajándéka a földre született, hogy népbe, nemzetbe, családba születik bele. Tehát mire eljutunk Trianonhoz, azért, hogy érthető legyen, a földön történnek olyan események, de ez túl távoli világba menne vissza, és egy kicsit követhetetlennek tűnne nyilvánvaló módon. Na most azt is tudni kell, hogy Trianon csak úgy tudták végrehajtani, hogy egy népet Európa kellős közepén, aki nem felelt az első világháború kirobbantásáért, akiről tulajdonképpen maguk között hivatalosan el is ismerték, hogy semmilyen nem történt. Ez vitathatatlan dolog. Azt a miniszterelnököt, aki 1917-ig, hát ez 1916-ban hal meg Ferenc József,
és utána a dédunoka öcsét fogják kinevezni IV. Károlyt királynak, és megkoronázni, hát akiről tudni kell, hogy akármennyire kedves embernek gondolom én, vagy bárki más, ha valaki alkalmatlan volt. De úgy volt alkalmatlan, hogy elnézést, teljesen mindegy, hogy hogy beszélünk erről, alkalmatlan. És ez volt a mi nagy sors tragédiánk akkor, hogy ráadásul nem elég az, hogy Habsburg öröklődési rendben jöhet király magyar trónra, tehát ez megint egy külön kérdés, hogy hogy jutottunk el idáig, de az, hogy gyakorlatilag teljesen alkalmatlan. És ezzel párhuzamosan majd jön egy olyan, hogy úgy mondjam, háború végén, naplementéjén egy olyan miniszterelnök, aki hát minden történelmi alapot megpróbál felszámolni, őszi rózsás forradalomról van szó, Károlyi Mihálynak hívják. És azért ezek beszélő nevek, mert azért érzékelni kell, hogy mi kifogtuk gyakorlatilag. Minden területen, tehát nem csak mondjuk a hadviselő felek vonatkozásában a legrosszabbakat, akik ellenünk fordultak, hanem ez a sors tragédiája, hogy eljutunk oda, hogy egy ilyen válságos helyzetben sajnos a legalkalmatlanabbak kezdik el irányítani az ország életét. Viszont Károlyi Mihály már azért tudni kell, hogy nem úgy kerül hatalomra, hogy ezt beszokták állítani, hogy az elégedetlen katonák, és milyen gyönyörű szép az őszi rózsás forradalom. Hangsúlyozom, nem fogok most idézetekhez folyamodni olyan ütemben. De bárhol utána lehet nézni. Kortársak mondják el, Amerikai Egyesült Államok elnöke mondja el, a francia miniszterelnöknek a tanácsadója, diplomata mondja el, hogy Magyarország mennyit szenvedett, hogy egy nép nem szenvedett annyit, mint ez az ország az első világháború következményeiként. Mert nem elég, hogy a vesztes oldalon találja magát, de hogy találja magát a vesztes oldalán, ha nem volt legyőzve? Hogy lehet egy győztes ország Franciaország, ha soha Franciaország senkit nem győzött le az első világháborúba? Kik a győztesek? Hát katonailag, hadászatilag megnézzük, gyakorlatilag kiderül, hogy egyikük se győzött. Hát elnézést, fel kellene tenni már egy nagyon egyszerű kérdést, hogy győzhetnek azok, akiket legyőztek végeredményben? Ugyanis hát mindenki tudja, hogy Németország 1918-ban a francia fronton még Franciaországot tönkreveli. Hogy lett Németország legyőzve? Belül. Na most én kötve hiszem, hogy egy ország, amelyik 4 éve hadakozik, és történetesen vannak hadipari gyárai, és egyszer csak oda jut, hogy mindenhol sztrájkok vannak. Pont amikor győzünk, pont amikor lelkesedni kéne. Tehát milyen érdekes, hogy ezek az országok nem kívül omlanak össze, hanem belül. És hogy tegyük ezt a kérdéskört egy kicsit zártabbá, a magyar, hogy úgy mondjam, erről a Magyarországon végbe menő keserves időszakról külföldi források. Tehát úgymond velünk szemben hadat viselő diplomaták, politikusok mondják el, hogy Károlyi Mihályt az Antant hatalmak emelték hatalomra. És milyen akna munkát kellett folytatni ahhoz, hogy egy Tisza Istvánnal szemben eljuthasson Magyarország idáig. És gondolom, hát mindenki tudja, 1918. október 31-én még Károlyi Mihály gyakorlatilag lehet, hogy eufémisztikus lett volna, már elnézést az ilyen azonosítás, hogy Tisza Istvánt meggyilkolják. Tehát az egyetlen olyan embert, aki a frontról hazajövő katonák előtt van becsülete, van szava, érdekes módon meggyilkolják. Utána elmondják azt is, de ezt annyira feldolgozott ügyről van szó, meg részletezett ügyről, hogy én ezzel most nem
kívánok foglalkozni. Jön a tanácsköztársaságnak az ideje. Na most nem egy könyvben, diplomaták leírják. És ez azért kicsit olyan nagyon furcsa ügy, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk a Antant tárgyaló felek, Anglia, Franciaország szívesebben tárgyaltak, vagy kicsit olyan, hogy mondjam, kedvesebben, engedékenyebben tárgyaltak egy Kuhn Bélával, mint Károlyi Mihállyal. És itt is gyakorlatilag, most már éppen elég adatot ismerünk, kiderül, hogy van egy érdekes dolog. Kívülről lett puccsal hatalomra emelve. Tehát ez mit jelent? Nem elég, hogy egy ilyen helyzetbe kerül Magyarország, belülről is úgy meggyengítik, hogy ne tudjon védekezni. És ami a legfájdalmasabb, és ezt francia katonatisztek is elmondják, ez volt a íre feltett pont, hogy az, hogy mit szenvedett Magyarország, mert azért van emberi szív, látják az itteni szenvedést, hogy nem elég, hogy Magyarország megszenvedte Károly Mihály kormányát. Nem elég, hogy a elképesztő kegyetlenség és vérengzés jellemezte a tanácsköztársaság idejét. Még a francia katonai karnak a biztatására, buzdítására Románia is betör az országba, és gyakorlatilag hát szó szerint mindent elvisznek. És hát, hogy milyen kegyetlenkedések folynak, nem is nagyon részletezem. Nos, egy biztos, három ilyen eseményt, tehát a világháború következményei, egy magyar ellenes kormány, akkor őszi rózsás forradalom, Károlyi Mihály, utána tanácsköztársaság, utána pedig a román megszállás. Hát ember legyen a talpán, aki akkor arra gondolt, hogy ez az ország, és ekkor már el lett döntve, hogy milyen keretek között, hogy tulajdonképpen ezt túl fogja élni. Sem hogy túl fogja élni, gondoljuk végig, hogy a 20-as évek második felén egy hallatlan nagy felvirágzás indul el. Hát elsősorban Bethlen Istvánnak és Teleki Pálnak köszönhetően. Tehát amit ez az ország, és hát Horthy Miklós is egybe tudta tartani a dolgokat. És ugyanakkor pedig, hogy ha egy országnak vannak hivatott vezetői, és akkor bármennyire hihetetlen, mert mindent szeretnek lesajnálni, de egy igazi vezetőt az határoz meg, vagy az jellemez igazában, hogy észreveszi-e maga körül azt, aki a feladatokat meg tudja oldani. És minden jel szerint Horthy Miklós többek között egy ilyen vezető volt. Tehát néha zseniális módon tudta megtalálni azokat az embereket, akikre úgymond a kormányalakítást rábízta. Tehát visszakanyarodva, mit szerettem volna ebből kihámozni? Mivel lehetett tudni azt, hogy ez egy gaztett, amit az ország ellen elkövetnek. És ezt a világ azért nem fogja egyszerűen lenyelni. Mit kellett elérni? Hát azt kellett elérni, és azt próbálták mindenáron bizonyítani, és erről már itt röviden volt szó, hogy ezt az egész nagy szenvedést, amit az első világháború jelentett, ez tulajdonképpen Magyarország robbantotta ki, elsősorban Tisza István. Na most gondolom mindenki tudja, aki ilyen kérdéssel foglalkozott, hogy a történelemtudomány, de már abban az időben, tehát már 1920-ra, tehát mire a trianoni békediktátumot június 4-én aláíratják velünk, ők is pontosan tudták, még azok is, akik nem tájékozódtak, hogy pont Tisza István volt az egész, hogy úgy mondjam, európai környezeten, európai civilizáción belül, aki egy emberként tiltakozott mindenfajta háborús konfliktus kirobbanása ellen. Egy népet olyan bűnökkel vádolnak meg, amilyen bűnöket ő akkor még csak véletlenül sem követett el. És hát nézzük meg nagyon röviden, hogy hogy jelenik meg ez a gondolatkör, mondjuk visszamenőleg a magyar hagyományban, csak szúrópróbaszerűen. Második András magyar király 9. Gergely pápának írja a következőket,
1231-ben. Én, aki a kegyelemnek egyre magasabb fokára törekedtem, hirtelen a kegyvesztettség mélységébe taszítattam, és sírathatom a vétkeket, amelyeket soha el nem követtem. Tehát sírathatom a vétkeket, soha az életben nem követtem el. Na most jön IV. Béla magyar király, az ő fia, és 1250. novemberében írja Ince pápának a következőket. De még mielőtt idáig eljutunk, egy nagyon gyors kitekintés. Sajnos nem kerülhetjük el. Egyéb iránt, hogyha egy kicsit vizsgálódunk földrajzi adottságok szintjén, gazdasági adottságok szintjén, és azon a szinten, hát amit eszmeileg végig talán kitapintható, hogy van egy olyan fajta egység a világrendjén belül, amely egy kristálytiszta, gyémánt keménységű, áttetszésségű, szilárd erővel rendelkezik. Ennek az egységnek a égi eredője aztán már vezethet el bennünket mondjuk vallási fogalmak keretében, hogyha tárgyaljuk egy az Isten, Isten egy, még a Szent Háromság vonatkozásában is, Árpád kori oklevelekben nagyon szépen kifejezésre kerül az oklevelek bevezetőjén, hogy a Szent Háromság mint oszthatatlan egység nevében. Tehát hármasság van az egységben, egység van a hármasságban, és mi az az egység tulajdonképpen, ami a magyarság esetében egy olyan fajta szálkaként vagy nem tetsző jelenségként jelenik meg a globalizációs törekvések világában, amit mindenféleképpen megpróbálnak háttérbe szorítani, lenyomni, elnyomni, kiiktatni. Ha végigkövetjük, hogy a művelődés történelmünkön belül mi történik a magyar anyanyelvvel, mondjuk Mária Terézia idejétől kezdve, akkor azt lehet tapasztalni, és aztán a 20. századra ez egyre határozottabbá, tudományos vonatkozásban, felvértezettebb állapotban jelenik meg, és kérhelelhetetlenebb állapotban, hogy nem az egységes magyar nyelvet szemléli, hanem egy ilyen feldarabolt állapotot alakít ki. Tehát úgymond magyar nyelvben a jövevény szavak, magyar nyelvben a szláv eredetű szavak, vagy bármilyen idegen nyelvből átvett szavak, és így szépen lassan oda jut a nyelvtudomány, hogy egy nyelvet, egy anyanyelvet, hát amit bátran állíthatunk, aki foglalkozott vele, akár nem magyarként is, mindig elmondja, hogy a magyar nyelv az gyakorlatilag szinte a világteremtés csodáját idézi fel, a nyelvében él a nemzet világán belül. Feldarabolják. Aztán a történelmünkhöz való kapcsolatot. Tehát az, hogy nem kérdés se Petőfi Sándor számára, se Arany János számára, de Ady Endre számára sem, József Attila számára sem még maga idejében, hát van egy magyar király, akit Attila királynak hívnak. És szépen addig szeletelgetik az egységes magyar történelmet, még a hun korát, a magyarság hun korát, és magyar királyként, első királyként megjelenő Attilát, erről úgy leleszeletelgetik. És hogy nem ért véget ez a folyamat, emlékeztetek mindenkit arról, hogy most már hivatalosan is sajnos úgy állítják be nagy ünnepségeken, nemzeti ünnepségeken a múltunkat, mintha ez 1000 évvel ezelőtt kezdődött volna. Tehát már Árpád vezér korára is csak úgy mennek vissza, hogy véletlenül arra jártak. Pedig a magyar történelem sem nem Árpáddal, sem nem Szent Istvánnal kezdődött el. Ők a legnagyobb tehetséget, csodát, erőt, fényt adták a magyar és a világ történelemhez hozzá a maguk idejében. Aztán az őshaza kutatás. És hát eljuthatunk magához, a magyar szent koronához is, amelyet 1789-90 után, mikor elkezdik úgymond tudományos szempontok alapján vizsgálni és kutatni, kapásból két részre szedik szét, és amit lehet, még tovább bontanak rajta.
Tehát amit Ady Endrét idézve így kezdtünk neki, hogy minden egész eltörött, minden láng része bellobban, minden szerelem darabokban, tehát mindent apró szeretekre szeretelnek fel. Tehát mire eljutunk Trianonhoz, és itt sem előzmények nélküli egyébként ez a fajta folyamat, mert lehet tudni, hogy bennünket már bizony Mátyás halála után ilyen helyzetbe próbáltak hozni. Tehát ahogy a szólásmondásból, közmondásból is ismert, meghalt Mátyás, oda az igazság. Tehát 1492-ben felfedezik Amerikákat, és ezeket tényleg egybe kell látni. Hogy mit jelent Európa kellős közepén egy valódi magyar szakrális királyság. Ez azt jelenti, hogy az egész emberiségnek van reménye az igazságra. Ha ez hivatott szinten nem folytatódik tovább, tehát jönnek gyenge próbálkozások, majd egy idegen dinasztia kerül a magyar trónra. És hát azt is tudni kell, hogy 1541-ben három részre szakad az ország. Itt már azért lehet érzékelni, hogy hát jó, nem négy részre, nem öt részre, nem nyolc részre, három részre, de már ez is egy feldarabolt állapot. Inkább azt nevezném nagy csodának, hogy az akkori háttérerők vagy hatalmak szintjén ez a két globális, hogy úgy mondjam, akkori világhatalom és császárság, a Habsburg és az oszmán-török szultanátus, tehát hogy gyakorlatilag ugyanazok a globalizációs törekvések voltak rájuk jellemzők, és tényleg meg tudtunk maradni. És hát nem is mernék most időhiány miatt végigmenni azokon a korszakokon, amikor úgy szépen lassan a magyarság önrendelkezését megnyírbálják, szépen lassan a magyarságnak a saját anyaföldjéhez való jogát megkérdőjelezik, vagy saját múltjához való jogát, és Hóman Bálint és Szegfő Gyulával a nagy történelmi műveikben leírják azt, hogy a Kárpát-medence etnikai összetétele a magyarság rovására az Mária Teréziában ideje alatt ért el egy olyan szintet, ha ott nem jön segítség, ezeket a folyamatokat már majd nem lehet egy idő után visszaszorítani. Tehát miközben sorvasztják a magyarságot, hát érlelik gyakorlatilag, és az nem baj, hogyha minden betelepített vagy bejött nép, hát nem valakinek a rovására, hanem saját valódi tehetségét az együttélés mentén tudta volna kibontani. És hát tudni kell azt, hogy maga a Kárpát-medence egy olyan földrajzi gazdasági egység és csoda, eleve önnellátó, amit minden időben mindenki számon tartott. Tehát Aponyi Albert 1920. januárjában Párizsban tartott hatalmas nagyívű beszédében. És megint az ember érzi, hogy hát lehet ilyen művelt embernek, ő akkor egyik legműveltebb embere volt. Most képzeljük el, mondja franciául a beszédét, utána emlékezetből ugyanazt a beszédet, hogy elmondja angolul, aztán még megismétli néhány nyelven. És ez tényleg gyönyörű és felemelő és megható, mert oda kell fényt vinni, ahol sötétség van. De az ember úgy végig gondolja ezeket az embereket, akik fel se fogták a saját szintjükön, hogy itt mi történik. Na minden esetre elhangzott a lényeg, az, hogy a Kárpát-medence csak egységében tud hatni, nem mások, hanem az emberiség javára, és akárhány nép van bent a Kárpát-medencében, minden nép boldogulásának az a legjobb, ha egy irányítás alatt van. Most nagyon tömören, ahogy Aponyi Albert ezt megfogalmazta. De visszaugrok, egy olyan tanulmányból idézek, Fodor Ferenc írta 1946-ban Magyar Lét földrajza a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának kézirattárában 689. oldal. Egyébként ezt a Rubikon folyóirat Trianon számában is meg lehet találni az ide vonatkozó idézetet. Ez csak azért szoktunk ilyenkor idézni, hogy szokjunk hozzá, hogy nem a saját leleményeinkről van szó. Mert amikor az ember elmondja, hogy egész Európában a legősibb államalkotó népek közé
az nem a német-római császárság vagy a bizánci császárság fog tartozni, nem beszélve a francia királyságról, hanem éppen a magyar, ezt mindenki túlzásnak tekinti. Ha viszont valaki mondjuk járt annak idején iskolába, hát azért voltak történelmi atlaszok is. Azért egy gyerek, vagy egy középiskolás, vagy egy egyetemista figyelmét se kerüli el az, hogy Mátyás királyig bezárólag, vagy bocsánat, 1541-ig bezárólag, mondjuk csak Szent Istvántól, egész Európára tekintve egyetlen egy ország azonos saját magával, és ez a saját magával való azonosság egy földrajzi identitást is jelent. Tehát a Kárpát-medence egészével. Na, ekkor viszont már meghökkentő a dolog, hogy Trianonban mire mondanak nemet. Mert az, hogy a múltat végképp eltöröltük, ezt egy kommunista, materialista, ateista eszmerendszer énekeltető módon a zászlajára tűzi, azért ne kergessünk illúziókat, ez a globalista eszmerendszernek a egyik korabeli hajtása. Hát ma ugyanaz a rendszer, és ma már egy kicsit veszélyesebb. Ha férfi, nem számít, ha férfi. Gondold meg, hát ha nem az vagy. Ha nő, nem számít az, hogy nő. Gondold meg, hát ha véletlenül nem az vagy. Tehát egy identitás felszámolása a világban gőzerőben folyik, gőzerővel, és ember az embertelenségben, Ady Endre versét idézve, most már az embertelenítés korszakába érkeztünk el. Tehát idézem, és nem nehéz kitalálni, hát itt földrajztudományról, történelemtudományról van szó. Kárpát-medence gazdasági egysége. Ha felütjük Európa történelmi térképének 10. századi lapját, ez 900-as évek egyébként, és az akkori államalakulatokat összehasonlítjuk a 20. század elejé államalakulatokkal, egyetlen egy államot találunk rajta változatlan helyén, alakjában és nagyságában, a Kárpát-medencét már akkor egyedül elfoglaló magyar államot. Rendkívül fontos politikai földrajzi tényez, és erős bizonyíték a föld és a magyarság államalkotó erejének páratlan szimbiózisáról. Még a legvilágosabb politikai földrajzi egységek is a legzavarosabb állam alakulási képet mutatják 10 évszázaddal ezelőtt. Az ibériai félszigeten a kordobai, hát ez arab kalifátus, León és Navarra, spanyol őrgrófság osztozkodtak. 20. században földrajzilag igen kedvezően elhelyezkedett Franciaország területe, akkor még kénytelen volt mozaikszerű részekből álló Burgundiának, német-római császárság egy részének is helyet adni, Lombard-medence egy államban volt akkor a Germán-alfölddel, nagyobbik brit szigeten, most is egyébként ez van, viszont három állam szorongott, tehát sehol nem alakultak ki még a földrajzi és állami harmóniák a Kárpát-medencén kívül. Akkor kérdés az, hogy ki hozta létre Európát? Az az Európa, ahol nincsen semmi, vagy az az ország Európa kellős közepén, aki saját tapasztalat világából állami szintű emberi életformát tud biztosítani. A magyar állam területének 10 század múltán való azonossága mellett még külön ki kell hangsúlyoznunk az évezred alatt való viszonylagos változatlanságát és tartosságát is, ezt egyetlen európai állam sem tudja magáról bizonyítani. Na most, ha egy mesterséges világot akarnak felépíteni, akkor a valódi világot fogják ennek kedvéért elpusztítani. Ha egy mesterséges hazugság sorozatra épülő néptörténeteket, világtörténelmeket akarnak tálalni, akkor nyilván azokat a történelmi múltakat akarják kiirtani, amelyek valóságos, hogy úgy mondjam, múlttal rendelkeznek. És itt ugrok rá nagyon gyorsan 4. Béla levelére. Ince pápának írja 1250-ben, egy új tatárjárás készül, és ezzel kapcsolatban írja Béla király 4. Ince pápának. Visszautalva, hogy mi történt akkor, amikor bennünket a mongol tatár birodalom teljes megszűnéssel fenyegetett. És mivel
új fenyegetettség van, hát ez a keresztes háborúknak az ideje, ahelyett, hogy a Szent Atya európai kereszténység védelmével foglalkozna, francia királyságot abban támogatja, hogy elhagyja a francia királyseregekkel Európát. Most azért ne felejtsük el, hogy ehhez képest egy ilyen nem a sajátot védeni, hanem migrációs áramlatokat elindítani. A bölcsek sokasága csodálkozik azon, hogy ilyen körülmények között, és kiderül valami, vannak bölcsek a világon, és vannak Magyarországon is. Bölcsek sokasága csodálkozik azon, hogy ilyen körülmények között atyaságtok támogatta a Franciaország királyának Európa határaiból való távozását. Még inkább csodálkozik, és nem szűnik meg csodálkozni azon, hogy az apostoli kegyesség annyira gondoskodik a konstantinápolyi császárságról, meg a tengeren túli részekről, amelyek, na most itt mi a lényeg? Egy nagyon fontos, hogy úgy mondjam, tény a világ sorsának vonatkozásában. És ha nem magyar király lett volna az, aki így fogalmaz, tehát minden számontartási rendszer szerint, ő volt az, aki ezeket a fogalmakat bevezette. Egész kereszténység, egész Európa, egész emberiség. Tehát mindenki beszélt nagyban nyilván mindenről, de ezt a hármas egységet, hogy mit jelent az egész emberiség, mit jelent az egész kereszténység, mit jelent az, hogy egész Európa. És ennek a folyományaként egymáshoz való viszonyukban az egész világnak a sorsa. Ez bizony a magyar apostol király írja a Szent Atyának. És hátborzongató a tétel, és ezért kell ezeket a szövegeket idézni, mert hogyha magunktól mondanánk, ki hinné el. És nincs vádaskodás, nincs kioktatás, csak érzékelni kell, hogy ahogy a világhoz minden hozzátartozik, de azért tetszik, nem ugyanazt a helyet foglalják el a világ megmaradásának fontossági sorrendjében. És azt mondja, hogy amelyek Konstantinápolyi császárságról, meg a tengeren túli részről, na ez a Szentföldet jelenti, mert még vannak a keresztes háborúk, tehát visszafoglalni ezeket a helyeket. Amelyek, ha elvesznének is, ami távol legyen, nem ártana Európa lakóinak annyit, mintha egyedül csak a mi országunkat foglalnák el a tatárok. Tehát ez mit jelent? Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, és semmi túlzás nincs, semmi gőgösködés, pökhendiség, hamis büszkeség, hogy vegyetek már észre bennünket. Érezni kell, ha kontinentális szinten is, a föld, mint anyaföld, ha itt egy központ megsemmisül, amit nem biztos, hogy olyan könnyen lehet működtetni. Miért? Mert a szellemi-lelki kultúra tud igazából egy ekkora területet eltartani. Akkor az egész föld, először még csak Európa, de utána majd más is kárát fogja látni. És akkor, hogy kire számíthatunk mi magunk, Zrínyi Miklóst messze megelőzve, több mint 400 évvel. Megkerestük az egész kereszténység három legfőbb udvarát. Tudnélik a tiéteket, a császárét, a franciák udvarát is, de mindezektől semmiféle vigaszt, segítséget nem kaptunk, csak szavakat. Ilyen szorongatott helyzetben Európa egyetlen keresztény uralkodójától és népétől sem kaptunk hasznos segítséget. Hát itt jön be az a kérdés, hogy ezt a sorsot, ezt a küldetést, ezt a vállalást tulajdonképpen hogy lehet továbbvinni az emberi műveltségen belül. Tehát ahogy mondani szokták, mindenki vegye fel a saját keresztjét és kövessen engem, de ha két ilyen erő feszül egymásnak, az egyik a jót szolgálja, az egységet képviseli, és az nem feszül neki a rossznak, mert azt gondolom észrevettük menet közben. A rossz az egyszerűen, hogy mondjam, próbálja ellehetetleníteni, és hogy megint magyar népmesével élve, hát ez Makoldi Sándor elemezte annak idején, az igazság és hamisság meséje.
hogy elindul az igazság meg a hamisság az úton, de a hamisság annyira hamis, hogy ő magából még magát se tudja fenntartani. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ráveszi az igazságot, mert az igazság csak jó hiszeműen tud gondolkodni, együtt megyünk egy úton, egymásra vagyunk utalva. Mit mond a hamisság? Tudod, mit előbb együk meg a te ennivalódat, igyuk meg a te innivalódat. Tehát miből él? Hát neki nincs semmije. De attól függetlenül még nem muszáj rossz hiszemű gonoszságot is képviselnie. És amikor már elfogy minden, akkor mit mond? Hát vágjuk le a kezedet, vágjuk le a lábadat. És amikor már nem lehet többet enni a feldarabolt igazságból, igazságot Magyarországnak, akkor mi történik? Hát el kell tüntetni a bűntényt, beledobja egy kútba. Csak hogy a kút fölött éppen az ágon van három holló, és éppen beszélgetnek. És kiderül, hogy miről szól a beszélgetés, ez egy olyan kút, hogyha valaki ennek a vizéből iszik, bármilyen baj vagy gyötrelem érte, ha nincs keze, akkor ki fog nőni, ha nincs lába, akkor ki fog nőni, ha megvakult a látását visszanyeri, és ez az életet visszaadó igazság kútjának a vize. Tehát lehet érzékelni, hogy bizony az igazságnak van egy passiójárása, van egy szenvedés története. És ezért próbálják talán ennyire bagatellizálni azt, hogy vannak olyan népek, amelyeknek hagyományában a végén csattan az ostor, és mindig az igazság fog győzni. Na most Janus Pannonius írja az Árvíz című versében a következőket. Istenek, annyi csapás miért csak mi ránk szakad? Annyi más nép él kívülünk szerte a föld terein. Itt van a végromlás, amikor megsemmisül az ég és a föld, ítéletnap elé készül az emberi nem, és akkor pusztuljunk, ha a többiek is belenyugszik fajtánk abba, amit közösen oszt ki az égi parancs. Egyébként 1464-ben írja, de mi a lényeg? Árvíz című versben egy apokaliptikus világkatasztrófát ír le, hát egy új vízözön. De mi a magyarság szerepe ebben? És képzeljük, ez Mátyás király ideje. És mégis azt írja, miért bennünket ér ennyi csapás? Népe Krisztus a Magyarország. Hát tulajdonképpen még vidáman a saját, hogy úgy mondjam, sorsalakítási ösztöneink és tudásaink uraiként jelenünk itt meg. És ezt mondja, sőt, ha magunk hunok, na most szegény Janus Pannonius nem tudta, hát majd ki kell javítani, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarok nem azonosak a hunokkal, hát ezt tessék bárkinek megmagyarázni, ez nehéz vállalkozás lesz. Hunni szíve Hungária, hunok, vagyis a magyarok. Sőt, ha magunk hunok, vezekelhetnénk a világért, lennénk megváltott bűnfia emberiség. Na itt lehet tetten érni tulajdonképpen azt az áldozat sorozatot, ugyanakkor pedig szenvedést vállalva meghozott áldozat sorozatot, ami még messze nem ért valószínűleg véget, de ha tudjuk, hogy a keresztúti járás 14 stációból áll, de van egy 15. Ez a 15. ez maga a feltámadás. És azt is tudni kell, most ezt nem vesszük végig, de a passió történetnek az állomásait gyakorlatilag jelenkorunkig tökéletesen azonosítani lehetett a magyar történelem megfelelő állomáshelyeivel. Az pedig triviális, mert még a köztudatban is benne van. Diplomaták leírják, politikusok, francia, angol politikusok is nyilatkozzák. Olasz miniszterelnök Francesco Nitti is elmondja. Hát amit így ismerünk, és nagyon szépen ismerjük, ez a népek Krisztusa Magyarország megfogalmazás. Hogy végeredményben ezt a történelmi helyzetet, ezt ha szívükre hallgattak, akkor nem úgy nyilatkoztak, hogy egy nemzeti kisebbségeket és népeket gúzsba kötő, agresszív magyar népet megbüntettek, és jogos a megcsonkítás és a feldarabolás, és az igazságszolgáltatás pont ellenkezőleg. Magyarország keresztre lett feszítve.
Na most a keresztre feszítés pedig teljesen egyértelműen jelzi, hogy ez milyen sors. Ugyanakkor elmondja Lloyd George is, mi lesz, hogyha kiderül, hogy a magyaroknak igazuk van? Mi lesz, hogyha angol miniszterelnök? Mi lesz, hogyha kiderül? Miért? Mert addigra már kiderült. Csak a világ is megtudja, hogy tulajdonképpen pont a magyarság ellen követtek el büntetteket. Na de gondoljuk végig, ha se a francia nagyhatalom vezető osztálya miniszterelnökkel az élen, se az angol nagyhatalom vezető osztálya miniszterelnökkel az élen nem tud változtatni a helyzeten, akkor mégis milyen erők dolgoznak? Ki dönti el, hogy mi lesz adott esetben a világnak a sorsa? És még egy utolsó kört teszünk, mert megmondom őszintén, nekem megható volt ez a fajta vonalvezetés, hát ami Rudolf trónörökössel történt a maga idejében. Hát ő volt, amíg élt, a hivatalos trónörökös. Hogy ő alkalmas lett volna, nem lett volna alkalmas, én most ezzel nem foglalkozok. Hát öngyilkosságnak állítják be azt, hát ami minden jel szerint kényelmetlenné vált bizonyos hatalmi csoportosulások számára. És ő tényleg páholy tag volt. És hát lehet tudni, hogy a későbbi angol király, Edward király vezette be a páholy szolgálatnak a rejtelmeibe. De érdemes végigkövetni a haláláig vezető utat. Olyan módon, hogy úgy érzékeljük, hogy mi az, ami már régen lett határozva. Tehát Ady Endre leírja a következőket. Ady Endre, még a nagyváradi évei alatt a Váradi újságban. Francia újságok, ez 1900-as évek, tehát nem tízes évek, 1900-as évek. Francia sajtó állandóan arról értekezik. Na igen ám, de ha Ady Endre, aki azért nem tudott tökéletesen franciául, mert amikor Párizsban éltek, akkor is inkább Léda fordította neki a francia újságoknak a cikkeit. Arról értekeznek állandóan ezek a francia újságok, hogyha Európa egyik aguralkodója, nagyon öreg uralkodója meg fog halni, akkor az ő birodalmát fel fogják darabolni. Tehát meg fogják semmisíteni. Na most ez miért érdekes dolog? Mert megint oda jutottunk, hogy milyen naívak vagyunk. Tehát állandóan a saját naívságunk, hogy úgy mondjam, vezet bennünket időnként, de ez legyen a legnagyobb vétkünk. Mindig hozzá kell tenni. Mert ez azt jelenti, hogy itt belül egy népnek, a népléleknek a szíve egy olyan gyermeki ártatlansággal rendelkezik, hogyha százszor elkövették ellene ugyanazokat a tetteket, mégis ott tart, hogy nem tudja elképzelni, hogy 101-szer is meg fogják csinálni. Na most Rudolf írja, 1882 körül, 89. januárjában hal meg. Egészen addig háborúk lesznek, ameddig a népek és nemzetek nem fejezik be fejlődésüket. Na most szegény Rudolf, ez a naív időszak. Tehát hogy fogok én népnékként, nemzetként odáig fejlődni, hogy egyszer csak kiderül, hogy nem, már nem vagyok nép és nemzet. Tehát milyen ez a fejlődés történet? Ugyanis ő ezt még nem érzi. Ez azt jelenti, hogy majd amikor népek és nemzetek nem lesznek. És milyen szép világbéke, világjóság, világbéke galambok röpködnek az égbe, és közben kiderül, hogy nem béke galambok, hanem bombázó repülőgépek. Csak hát ez a nagy távolság miatt nem látjuk, de a zúgásból azért lehetne érzékelni, hogy egy béke galamb nem így zúg, amikor elrepül fölöttünk. Egészen addig háborúk lesznek, ameddig a népek és nemzetek nem fejezik be fejlődésüket. Még végül nem egyesülnek, és az egész emberiség nem válik egy családdá. Megható, nem? Gondolom, hogy érzékeljük. Na most ez a 1789-es tényleg agyonkozmetikázott időszak, szabadság, egyenlőség, testvériség. Na most, ha figyelembe veszem, hogy a nagy francia forradalom áldozatainak száma,
több mint 1 millió ember. Akkor milyen egyenlőség, milyen szabadság, milyen testvériség? És az akkori népességi viszonyokat vegyük adatul. Sötét és veszélyes idők járnak ránk. Azt kell hinnünk, hogy a régi Európa felett eljárt az idő, és elkezdődött a szétesése. Nagy és átfogó választ kell erre adni, olyan társadalmi megmozdulással, amelynek nyomán egy teljesen új Európa jön létre. Tehát az, hogy Európai Egyesült Államok, ez legalább 300 éve már megfogalmazódott. Most eljutottak oda, hogy a megvalósítás az gőzerővel bontakozik, és halála előtt lánytestvérének írja. Ha apánk meghal, tehát 1889, tehát vannak késleltetek a tervezésbe, de ő azt már valószínűleg pontosan tudta, hogy valami miatt megvárják Ferenc József halálát. Valami miatt. Hát valószínűleg, hogy vele is kötöttek egy olyan fajta amit kedvezményes szerződést, amit viszont nem akartak megbontani. De azzal nem számoltak, hogy ő 16-ig, hogy úgy mondjam, ekkora öregkort ér el. Most gondoljuk végig, 89-ben halála előtti napokban írja. És a testvérének, ha apánk meghal, azonnal hagyjátok el az országot, mert akkor jön a nagy háború. Ausztria és Németország ellen, aztán a monarchia bukása, majd a világforradalom. Milyen forradalom? Hát majd 1917. Majd a világforradalom, és mindennek vége lesz. Hát maradjunk annyiban, hogy lejárta az idő, ami rendelkezésre állt, nem pont ildomos így befejezni, de tudni kell, hogy az a vonulat, amin elindultunk, tehát ha valakinek hiányérzete maradt, teljes joggal. Hát itt, ha lehetne látni, hogy itt az asztalon még mi minden hátra maradt itt témaköröknek megfelelően, hogy tisztázzuk, de azért érezni lehet, hogy jelen pillanatban, ha nem is befejeztük, hanem olyan módon hagytuk abba, hogy az érzékeltetése annak, tehát a szempontok összegyűjtése, igazság és hamisság, hogy igazából nem azt mondom, hogy bevezetőnek mondjuk elfogadható lett volna, amit itt elhangzott, de sokkal fontosabb talán a szemléleti módoknak a megtalálása. Az, hogy tényleg ne legyenek illúzióink. Ugyanakkor pedig igenis legyen illúziónk, és ez nem illúzió, hanem valóság, az igazság az halhatatlan, a hazugság pedig múló dolog. A múló világban minden dolog elmúlik, az örök világban pedig, ami arra méltó, úgyis minden halhatatlan marad. És azért a magyarságnak van egy olyan sorsa, hogy lehet érzékelni, hogy ha két úton el lehet indulni, akkor nem a hamisság útján, hanem az igazság útján indult el, és ezt az utat végig fogja járni. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen.